Nos, sziasztok srácok! Ebben a mai videóban át fogjuk beszélni, hogy a tegnapi Chapter 3 Season 4 pontosan miket hozott, milyen új helyszíneket, milyen új fegyvereket, mechanikákat, hiszen rengeteget változott a játék, rengeteg újdonság került be, úgyhogy ebben a mai videóban át fogjuk nézni ezeket. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator Code beírásával, ami nem más, mint Ghost Rider, ezt az Item Shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod! Először is nézzük át, hogy milyen régi fegyverek kerültek vissza a játékba. Bekerült vissza a hangtompítós SMG, a lever action shotgun, illetve a Hunter bolt action sniper, de még az exotic Chili Check Splash ismét megtalálható. Ezen kívül még visszakerült a Rapid Fire SMG, 2 vadonatúj Evochrome nevezetű rifle, illetve shotgun érkezett, az egyik egyértelműen egy AR, egy burstös AR, a másik pedig egy shotgun. Ezek a fegyverek nagyon speciálisak, ugyanis csak chrome ládákban lehet őket megtalálni, illetve tudnak fejlődni. Ugyanis ha sebzünk a fegyverekkel, akár játékosokra, akár állatokra, akkor ott lent a fegyver mellett lehet látni a csíkot, és ha ez feltöltődik, akkor az adott fegyver egyre jobb ritkaságba kerül. És így szürkétől egészen mítik ritkaságig lehet ezeket a fegyvereket fejleszteni. Egyelőre fegyverek terén más újdonság nem érkezett, viszont a Battle Pass-es trailerben lehet látni, hogy lesznek még új fegyverek, lesz majd egy ilyen liquid vető valami, ami folyékony chromot fog szórni, ez majd valamikor a season során érkezik. Érkezni fog még egy ilyen távcsöves AK-szerűség, ez is benne volt a Battle Pass trailerben, illetve még Cypher PK-nek a képei között is ott volt ez a fegyver. Érkezett még a Porta Forthoz hasonló egy Porta Bunker nevezetű item is, ami ugyanúgy működik, mint a Porta Fort, csak nem akkora építményt fogunk kapni, hanem egy kisebb boxot. Zero Buildben különösen hasznos. Egy hatalmas újítás is érkezett a játékba, a Chrome. Igazából a Chrome Splash nevezetű itemmel lehet chromozni bármit a szigeten, különböző fákat, épületeket, esetleg bútorokat. És ha ilyen chromozott fákat, köveket, bútorokat ütögetünk, akkor ugye kapjuk ezeket a Chrome Splash-eket, és ezeket a splash-eket, ha magunk alá dobjuk, akkor ugye bekromozódunk. Ha bekromozódunk, akkor bármikor át tudunk alakulni blobbá, és amikor egy ilyen gömb blobok vagyunk, akkor ugye gyorsabban tudunk ugrálni, nem annyira vesznek észre. Ez ugye úgy működik, amit beszéltünk is, amire gondoltam, hogy érkezni fog, mint a Sand Tunnel, szóval úgymond a föld alatt tudunk közlekedni, vagy legalábbis hasonló dolog. Plusz még, ha be vagyunk kromozódva, akkor a tűz nem sebez meg minket, illetve ha bárhonnan leesünk, nem kapunk sebzést. Az is fontos, hogy néhány helyen át tudunk menni a falon, úgyhogy ha valaki beboxolja magát, simán át tudunk rajta csúszni. Illetve ha a splash-eket rádobáljuk sima fákra, épületekre, dolgokra, akkor az adott fák bekromozódnak, így azokat ismételten ki lehet farmolni, ezzel rengeteg splash lehet szerezni. Az egyik legfeltűnőbb változás, hogy a szigeten rengeteg ilyen óriási balun van. Igazából ez mobilitás szempontjából nagyon jó, hiszen ha felmegyünk erre ezekre a balunokra, akkor innen lehet gliderezni. Kondókanyon egyébként kicsikét átalakult, szinte az egész kondókanyon repül. Néhány helyen lehet találni D-Launcher nevezetű pedeket, amik igazából úgy működnek, mint a bouncer pedek. Tudunk rajtuk ugrálni. Ja, és ha már itt tartunk, akkor a Lazy Lagoon-os hajó is elkezdett lebegni a balunokkal, ugyanis a Chrome itt is elkezdett terjeszkedni. A játékba kerültek be még Vault kulcsok, amiket random lehet találni különböző ammo boxokban, ládákban, és ezeket a kulcsokat el lehet rakni. Ha van ilyen kulcsunk, akkor a térképen lehet látni a lakatoknál, hogy hol vannak a vaultok, hol lehet felhasználni ezeket a kulcsokat. Például a 7 bázisos vaultok is megváltoztak, most már nem emberekkel kell kinyitni, hanem kulcsokkal, viszont cserébe sokkal több a loot. Egy kis apró újítás, ha éppen farkason ülünk vagy vaddisznón, akkor meg tudjuk az adott állatot simogatni. Egy kicsi apróság, de szerintem jó pofa. A Genesis helyszínt is megváltoztatták, átnevezték Fort Jonesy-ra, és sokkal jobban kibővítették.
Ezáltal sokkal több lootot lehet itt találni, és materiált. Valami itt biztosan készülni fog, úgy látszik, hogy a Bloomwatcher, vagyis a Herald ellen valami toborzás készül. A season legnagyobb helyváltoztatása a Sanctuary, ugyanis a Seven bázis teljesen elfoglalta Herald, és átvette az egész uralmat. Alapból egy gigantikus Chrome tornádó található itt meg, amit bármikor lehet használni, bármikor erre lehet innen repülni, és soha nem tűnik el. Valószínűleg a season során ez a tornádó vagy menni fog a pályán, vagy több lesz belőle. Ezen a helyen meg lehet találni az egyetlen egy boss-t jelenleg a játékban, Heraldot, aki ugye a Bloomwatcher más néven, akit láthatunk az előző cinematicban, season 3-ban, és itt tevékenykedik. A boss egyébként annyira nem erős, lövöldöz folyamatosan, teleportál, illetve ha valamennyire lesebezzük, akkor maga köré egy ilyen áthatolhatatlan, sebezhetetlen gömböt csinál, illetve Chrome farkasokat spawnoltat. Ha sikerül megölnünk, akkor egy Mythic Evochrome Burst Rifle lesz a jutalmunk. Igazából ilyen Mythic Rifle-t bármikor lehet szerezni, de elvileg ez a bossnak a fegyvere, szóval ez elvileg sokkal erősebb, mint az átlagos Mythic Rifle. Egy brutális, hasznos funkció került be még a játékba, ugyanis eddig is fel lehetett ugye bérelni különböző NPC-ket, akik követtek folyamatosan és rettentően irritáltak, hiszen állandóan lebuktattak minket, illetve haszontalanok voltak. Viszont ettől a seasontől kezdve tudunk nekik parancsolni. Az adott NPC-t el tudjuk küldeni bárhová, meg tudjuk neki mondani, hogy várjon itt. És még az a durva, hogyha nokkolódunk, akkor fel tud kelteni minket az NPC. Persze ezt meg kell neki parancsolni. Úgyhogy igazából az NPC-eket még decoyként is lehet használni elterelésnek, nagyon jó kis funkció. Úgy látszik, hogy tényleg közeledik a Fortnite mérzés a Halloween, ugyanis a valóságfa teljesen kihalt. Amennyire szép volt ez az egész terület season 3-ban, annyira elcsúnyult most ebben a seasonben, hiszen kihalt az egész terület, a gombák sem olyan szépek. Szóval, nagyon megvan a halloweeni és az őszi hangulat. Akármennyire hihetetlen, a chapter 1-ből megismert lootlékes ház bekerült ebben a seasonben, és pontosan ott, ahol gondoljátok, lootléknél. Szerencsére teljesen ugyanaz az épület, mint régen volt, úgyhogy a nosztalgia az a topon van. És igen, srácok, mielőtt írnátok kommentben, tudom, hogy egy rift van lootlék felett, erről majd beszélünk egy másik videóban. Érdekes módon Ravecave nem változott, viszont a semmiből visszakerült egy Season 2-es léghajó. Persze nem az ájó irányítja, hanem a looperek, szóval ez egy ilyen szétgrafitizett léghajó, így azt jelenti, srácok, hogy Ravecave-nél sokkal több a loot. Hát srácok, nagyjából ennyit lehet tudni egyelőre a Season 4-ről, ezek a helyszínek változtak, ezek a fegyverek jöttek be, ezek az új funkciók. Biztos vagyok benne, hogy valami még változott a szigeten, apróság, amit nem vettem észre, de nyugodtan írjatok meg kommentben, vagy ha esetleg lemaradt valami, azt majd pótolom egy másik videóban. Amiről még beszélni szeretnék így a videó végén, az a Cypher PK-nek a skinje, ugyanis végre bejelentette, és a skinek így néznek ki. A skinnek több stílusa lesz, reaktív lesz a backblingje, több stílusa lesz a csákánynak is, és jönni fog még egy emote is. Jövő hét szerdán van esélyetek megnyerni a skint, pontosan 21-én este 7-től este 10-ig egy Duo Zero Build bajnokságon. Ha benne vagytok a top 750-be, akkor meg tudjátok nyerni a skint. Viszont ha ez nem sikerül, de legalább 8 pontot szereztek, akkor egy emotikon tudtok bezsebelni. Maga a skin egyébként 23-án kerül be az item shopba, ha valaki meg akarná esetleg vásárolni. Ezzel együtt jöttek még challenge-ek is, amikkel be tudtok ingyen zsebelni XP-t, töltőképernyőt és egy emotikont. Ehhez nincs más dolgotok, mint meg kell látogatni a Cypher PK-nek a kreamapját. Itt el kell töltenünk legalább fél órát, eközben headshotokat kell osztogatni, játékosokat kell kinyírnunk, szóval darálni kell. Sőt, még a wrappet ingyen meg tudjátok szerezni, a Dark Dragon wrappet, ami ugye a sethez tartozik. Ahhoz, hogy megszerezétek, nincs más dolgotok, itt fel kell menni Twitchre, és nézni kell a streamét legalább egy órán keresztül. Persze ez csak akkor működik, ha az Epic Games és a Twitch fiókotok össze van kötve, illetve éppen streamel. Hát srácok, ennyi lett volna ez a Chapter 3 Season 4-es bemutató.
Igazából nekem eddig tetszik a season, a Battle Pass az nem igazán, de ezek a változások, amik jöttek, illetve a fegyverek is nagyon jók lettek. Arról nem is beszélve, hogy végre a sniperek jók lettek, szóval 200-250-eket lehet headshotba sebezni sniperekkel, szóval olyanok a sniperek, mint Chapter 1-ben voltak. Úgyhogy most már van értelme sniperrel lövöldözni, köszönjük szépen Epic Games! Innentől kezdve meglátjuk a season végéig mennyi content fog jönni, ugye ott lesz még a Fortnite Mirrors, illetve szerintem ebben a seasonben már biztosan lesz event season végén, úgyhogy eddig nagyon bejövős. Ha tetszett a mai videó, akkor mindenképp dobjatok lájkot, iratkoztak fel, még nem vagytok, és találkozunk a következő videóban. Én viszont mára mentem, én Gosszereder voltam, sziasztok!